Nádas György fogyásáról rengeteget beszéltünk már, az elmúlt fél évben 20 kilótól szabadult meg, és ezzel, tehát az egészségével ajándékozta meg magát a 60. születésnapjára. Ma viszont még egy-két új információ kiderül erről a csodálatos gyógynövénykeverékről, aminek mindezt köszönheti. Nekem jó érzés azt látni, hogy volt egy öreg kövér bácsi, és most már idegen számomra. Tehát most már úgy kezdem megszokni a mostani önmagamat. És az, hogy mik jöttek rám, és hogy most mik jönnek rám, az egy nagy élmény. Hát sok bekerül, de hát mindegy, megéri a ruhatárat inkább lecserélni. De nagy élmény az, hogy túl vagyok már rajta, és ezt tartom. Én nagyon örültem, hogy a Gyuri rávette magát erre az életmódváltásra, a fogyásra. Szerintem látványos az eredmény. Rávettem, hogy álljon a mérlegre rendszeresen, mert azt nem tette korábban. Egészségesebb ételeket fogyaszt. Hát a reggelék, meg a zöld trutyik, meg a sok répa, amit eszem napközben. Arra, hogy rászoktam, szeretem. Rátaláltam egy mediterrán és azt hiszem trópusi gyógynövényekből álló kivonatra, amitől nem vagyok éhes, ezt nem tudom, hogy történik. Van egy indiai növény, amit évszázadokon keresztül csak rágcsáltak az őslakok. Ennek a kivonatának köszönhetően sokkal kevesebb édes és sós ételt kívánok. Azt hiszem, ezt hívják cukorgyilkosnak. Ennek a hatására a szervezet nem is kívánja a úgynevezett bűnös ízeket. Ő alapvetően nem egy nyűgös ember, tehát ő egy nagyon kedves ember. Ezt nyilván mindenki tudja rajtam kívül is, de nem volt vele probléma. Nagy megvonások nem voltak, mert igazából azt evett, amit akar, és nem volt probléma, sőt, hát csokit is megeszi, tehát, hogy olyan nagy megvonások nincsenek, ami miatt mondjuk a pszichére hatna, amikor az ember szinte semmit nem eszik, ő eszik mindent, csak módjával keveset. Igazából az ismerősei nagyon megdöbbentek, tehát akik régóta nem látták őt, vagy a közösségi oldalakon, és azt mondták, hogy te nem 20 kilót fogytál, hanem 20 évet fiatalodtál. Úgyhogy szerintem ez látványos, igen. Tehát a kilók öregítenek.